Július 31-én a Lipcsei Elemér sporttelepen egy sajtótájékoztató keretében mutatták be a Tiszafüredi Városi Sportegyesület labdarúgó csapatának új főszponzorát, dr. Tóth Tibort, akit a fővárosban a Fakultás cégcsoport irodaházában kerestünk fel. A riporter Gelei József volt. Jó napot kívánok, Gelei József vagyok, és önök a Főnix Televízió műsorát látják. Ha nem ismerős az utcarészlet itt körülöttem, ne lepődjenek meg, ezúttal nem Tiszafüreden, hanem a fővárosban forgattunk. Egészen pontosan Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban járt stábunk. És a mi jövetelünk célja? Hamarosan megtudhatják, kérem tartsanak velem, és egy rövid kávészünet erejéig látogassuk meg együtt dr. Tóth Tibor urat, a Fakultás cégcsoport főigazgatóját. Igazgató úr, ha csak a névjegykártyáját nézzük, meglehetősen érdekes titulusokkal találkozunk, és meg sem fordulna az ember fejébe, hogy beszélgetésünk témája a sport és a labdarúgás, illetve egészen pontosan a tiszafüredi sport és tiszafüredi labdarúgás lesz. Ön a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, és elnézést, hogy közben puskázok, de olyan neveket kell mondanom, amivel kevesebbet találkozunk viszonylag. A Fakultás cégcsoportnak a megalapítója, tulajdonosa, magánegyetemi tanár. De hogy jön ide a sport? Hogy kerül a csizma az asztalra? Mi köze van egyáltalában önnek a tiszafüredi labdarúgáshoz, a tiszafüredi sporthoz? Hát először is nagy szeretettel köszöntöm én is a Főnix Televízió nézőit. Nagy öröm, nagy megtiszteltetés természetesen az, hogy a Városi Televízió ellátogatott ide Budapestre, a belvárosba és kíváncsi szerény életemre. Kérdésére válaszolva azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint Tiszafüred egyebek mellett egy sportbarát város is, ahol a helyi közösség lelkesedése és talán később a helyi vállalkozók komolyabb tenni akarása még komolyabb eredményeket hozhat a Városi Sportegyesület életében. Azt gondolom, hogy a lehetőségei a városnak adottak, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy összetalálkozott a város segítségkérése, és a mi érdekünk azzal, hogy egy nagyon jó dolog szülessen kettőnk közös munkájából. Nyilván ez nem onnan indult, hogy polgármester úr ismeretlenül bekopogtatott önhöz, valamilyen füredi kapcsolatnak csak kell lenni a háttérben. Természetesen van. Emlékszem arra a 90-es évekre, amikor is érettségit követően én elhagytam ezt a környéket és egyetemre mentem tanulni. Akkoriban Tiszafüred, mint szülővárosom, számomra egy álmos, szürke kisváros volt, és később, amikor állami főtisztviselőként megkeresett polgármester úr és meghívott a városba egy hivatalos látogatásra, azt kell, hogy mondjam, hogy nem ismertem rá a városra, ugyanis ez a város ma, most egy lendületesen fejlődő polgári mezőváros. Nyilván ez köszönhető az ott lakók szorgalmának, illetve köszönhető annak a városi vezetésnek, amelynek fejlődéspártisága, fejleszteni akarása, illetve lokálpatriotizmusa megkérdőjelezhetetlen, és ezek a paraméterek mind meghozzák azt a gyümölcsöt, amelynek eredményeként ma itt ülünk, és ünnepeljük az Eger elleni győzelmet is. Igen, Tiszafüreden születtem, és emlékszek azokra a 80-as évekre, amikor is anyukám a helyi falusi tanácskirendeltség klub és könyvtárnak volt a vezetője. Abban az időszakban a helyi gyerekek vagy a könyvtárban olvastak, vagy a klubban pingpongoztak, vagy pedig a focipályán rúgták a labdát. Ennek köszönhetően rengeteg bölcsészdoktor, pingpong és labdarúgó szakértő került ki a faluból. Viccet félretéve azt gondolom, hogy ha ma, most megkeresnénk a 80-as évek fiatalit abba a közösségbe, szerintem most is nem csak elméletben, de gyakorlatban is meg tudnánk mutatni a labdával, hogy mit tudnak. És igen, abban az időszakban mindenki szeretettel űzte ott a helyi sportot, ez a sportszeretet részemről is a mai napig megmaradt. Mennyire követi figyelemmel napjainkban akár a magyar labdarúgás, akár Tiszafüred labdarúgását, akár tiszafüredi sporteredményeket, hiszen azért mellette nagyon-nagyon sok bokros teendője is létezik a civil életben. Azt mondják, hogy az embernek arra van ideje, amire időt akar szentelni. Természetesen érdekel a sport országos szinten is, és nyilván miután egy ilyen 100 éves múltal rendelkező városi sportegyesület labdarúgó csapattal felvette cégem nevét, és innentől kezdve Fakultas Tiszafüred VS-eként működik, azt gondolom, hogy kötelességem is nem csak figyelemmel kísérni, de a mindennapjait is segíteni. Természetesen pontosan tudom, hogy Viktornak a góljával 1-0-ra megvertük az Eger,
mögött. És én még hagyd tegyem hozzá, hogy azt is tudom, és most már nagyon jól látom, hogy egy nagyszerű városi sportegyesületről beszélünk. Volt alkalmam megismerkedni a vezetőséggel. Elismerésem és tiszteltem például egy Ábrahám Tamás iránt, aki az egész életét ennek szentelte, és neki köszönhetően tartott ez a futballcsapat, ahol van. Vagy ott a városi sportegyesület elnöke, aki időt, energiát nem kímélve járja az országot és próbál minél több segítséget szerezni a csapatnak. Ennek köszönhetően találkozott velünk is, és ennek köszönhetően mondhatjuk most azt, hogy igen, Siófok nagyon szomorú lesz a hétvége után. Bármennyire is lokálpatriót az ember, azért nem jellemző az, hogy egy fővárosi cégcsoport azért egy 100 kilométerre levő kisvárosnak a sport életébe lépjen be, mint főtámogató. Támasztott-e valami extra igényeket, akár a sportegyesülettel, akár a várossal szemben a támogatásért cserébe? Azt gondolom, nyilvánvaló, aki ismeri a fakultást, az tudja, hogy nem egy kis szervezetről beszélünk, és hogyha csak áttekintünk az utca másik oldalára és látják ezt a monumentális épületet, akkor le lehet vonni a konzekvenciát, hogy ez a fakultás tényleg egy meghatározó tényező, akár itt a belvárosban is. Ennek következtében nem tagadom, hogy ne kerestek volna meg helyi csapatok és nekérték volna a támogatásunkat. Hogy miért Tiszafüredet választottunk, az egy összetett dolog, egy összetett döntés. Én azt gondolom, ebben nagyon sok minden benne van. Egyrészt benne van az, hogy úgy érezzük, hogy egy olyan közösséggel találkoztunk, aki tényleg tenni akar és tényleg eredményeket akar elérni. Egy olyan közösséggel találkoztunk, aki szereti, amit csinál, számunkra ez mindenképpen fontos, valamint egy szavahihető közösséggel találkoztunk, aki nem csak elvár, hanem hogyha megegyezünk, mint jó paraszt gyerekek is kezet fogunk, akkor próbálja teljes erejével tartani az általa vállalt kötelezettségeket. Ezek a kötelezettségek nem voltak mások, ne hozzanak szégyent a nevünkre, és minél jobb eredményeket érjenek el. Én azt gondolom, ezek megtörténtek, minden elismerésem és tiszteletem, és jó kívánságom és gratulációm ennek köszönhetően. Milyen sűrűn van ideje hazalátogatni Tiszafüredre? Hát igyekeznék nagyon gyakran, teendő ezt nyilván nem engedik, de természetesen a mai világban az interneten, a telefonon keresztül az én naprakész információkkal rendelkezem. Jó, köszönöm szépen. Még egyetlen kérdés itt a végére, amint a beszélgetésünk elején ön is említette, Tiszafüred, illetve mondhatnám azt, hogy a Tiszató térsége az elmúlt egy-két évben látványos fejlődésnek indult. Polgármester úr 7 nappal át éve dolgozik, nem csak a sport, hanem a turisztikán keresztül is adott esetben, hogy olyan fejlődés tapasztalható, mint amilyen jelenleg Tiszafürede. Ezt viszont az önkormányzat, de mondhatnám azt, hogy az önkormányzatok önmaguktól nem tudják megvalósítani. Ehhez elengedhetetlen szükség van az olyan támogatókra, mint ön is. Talál-e a saját ismeretségi körében, üzleti körében olyanokat, akit adott esetben még le tudna hozni nekünk Tiszafüredre, hogy ez a fejlődés ez töretlen legyen? Én azt gondolom, nézzük meg az eredményeket, lássuk azt, hogy mire képes ezzel a segítséggel ez a foci csapat. Másrészt azt gondolom, hogy ameddig ilyen lendületes, tenni akaró lokálpatrióta vezetés van a városnak, addig a fakultasz segítségére, valamint a jómagam segítségére is természetesen számíthat. És tekintettel arra, hogy az elnökséggel közösen dolgozunk azon, hogy minél jobb eredményei legyenek ennek a futballcsapatnak, természetes az, hogy irányomban is egyfajta kötelezettség részemről, hogy népszerűsítsem az ismeretségi körömben ezt a csapatot. Azt gondolom, hogy erősen vélelmezhető az, hogy akár más baráti csoportok is megjelenhetnek támogatóként a városban. Igazgató úr, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és bízunk benne, hogy hamarosan Tiszafüreden, adott esetben egy bajnoki mérkőzésen is köszöntetjük Önt. Köszönöm. Hajrá szépen. Hajrá Füred! Kedves nézőink, Önök a Phoenix Televízió műsorát látták. Köszönöm, hogy velem tartottak. Legközelebb Újvár Imre polgármester úrhoz ugrunk be egy rövid kávészünet idejére, akit a város és a sport kapcsolatáról foggatunk majd.